Így utolsó kérdés. Önnek nem hiányzik a választás lehetősége egy kongresszusról? Tehát, hogy egyszer legyen itt egy igazi küzdelem? Nem. Mi hol kíván küzdelmet? A pártelnöki címért. Vagy az alelnöki címért. Én ezeket az embereket 20-22 év óta ismerem. Elég egyöntetű róluk a vélemény. Nem ambíciót sem. Tehát nem, én ezt nem, ez az öncélú küzdelem. Én tudom, hogy egy liberális világ azt képzeli el, hogy a világ az vetélkedés, és a világot mindig barikádnak képzeli, ahol a barikád két oldalán emberek pofozzák egymást. Én nem hiszem, hogy a világot a barikád viszi előre. Én egyébként a versenybe sem hiszek. Tudom, hogy ez rendkívül retrográd nézetek sokaknak a fülébe. Én úgy gondolom, hogy a világ az az egyetértés, esetenként a kompromisszum és a kipróbált megoldások és kipróbált emberek mögötti valamilyen érzelmi egység. Ezek az egyházat 2000 éve ezt tartja össze, és a sikeres államokat a történet általunk ismert történelem során is mindig olyan karakteres emberek vitték, aki mögött volt egy érzelmi egység. Ezen, hogy valamilyen csinált verseny, ugyanúgy, ahogy a magyar gazdaságban nem jött be ez az öncélú verseny, nem hiszem, hogy a magyar közéletben ez bármiben jobb lenne. Lehet csinálni, persze lehet. Jó. Nem, de azt a legesz, nem csak a nyilatkozat kedvéért mondom, ezt legbelső meggyőződésem, hogy ezek a mérjük össze egymás tudását, amikor az egyiknek van ismerete, a másiknak nincs. Szóval nem, ezek csinál dolgok.